Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Mielőtt rátérnék a konkrét miniszterelnök ígéretek számonkérésére, az eddig beteljesítetlen ígéretek felsorolására, az erre való emlékeztetésre, szintén a szatmári térséggel kapcsolatban hadd emeljem ki azt a tényt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különösen annak ugye a szatmári részén élnek a legalacsonyabb keresetű magyar emberek. Itt a legalacsonyabb az átlagkereset, nettó 138 ezer forintot visz haza egy átlag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ember, sokszor ettől is kevesebbet egy szatmári térségben élő munkavállaló, holott sokszor elmondtam már, hogy ugyanolyan értékes munkát végeznek, mint a fővárosban élők, ugyanazokat a kötelezettségeket teljesítik, ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk is, ugyanazokat az adókat és más közterheket fizetjük, de mégis az egyik legszebb, egyúttal legnehezebb helyzetben lévő térsége ez az országnak. Ugyanígy többször próbáltam már indítványaimba javítani a Mátészalka és Csenger térségében élő emberek gyógyulási lehetőségén, az ottani egészségügy általános állapotain. Sajnos azonban a kormánypárti képviselők, közte a 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fideszes képviselővel sorozatban leszavazták azokat az indítványokat, amelyek a helyi mentőszolgálat, illetve a Mátészalkai Kórház fejlesztését célozták. Kifejezetten megígérték korábban a kormánypártok prominensei, hogy a Mátészalkai Ipari Park bővítéséhez, illetve a Csenger Ipari Park létrehozásához forrásokat biztosítanak. Az önkormányzati kampányban Csengerben történt egy alapkőletétel, vagy talán helyesebb úgy fogalmaz, egy újabb alapkőletétel, de egyenlőre ez az ipari park helyzetén még semmit nem javított, és hát továbbiakban várjuk a Mátészalkai Ipari Park fejlesztését is. Most túl vagyunk az elmúlt másfél évben ugye 3 választáson, egy országgyűlési, egy EP, majd most egy önkormányzati választáson, ideje lenne hozzáfogni az érdemi munkához és az ígéretek teljesítéséhez. És az a 2 konkrét ígéret, amit már nem először, és tartok tőle, nem is utoljára fogok számon kérni a kormánypártokon, élén egyébként Orbán Viktor miniszterelnökön, az a 2 ígéret, amelyet 2017. május 4-én a csengeri járási tanúszoda avatóján több száz szem- és fültanú jelenlétében tett a helyieknek. Az egyik, annak az M49-es gyorsforgalmi elkerülő útnak az építése, amely, hogy korábban említettem már, a szatmári térség 4-es metró beruházásának felel meg, ami itt Pesten volt a 4-es metró, az M49-es gyorsforgalmi elkerülő út a Mátészalka székhelyű választókerületben. Ciklusról ciklusra hivatkoznak rá a mindenkori kormánypárti képviselők, de egyetlen méter út még ebből meg nem épült, és ez akkor is tragikus, hogyha valóban papíron már létezik az útnak néhány nyomvonal terve, és a tervekkel kapcsolatos, tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzés eljárás folyamatban van. Ezt a miniszterelnök úr egyébként nem csak 2017. május 4-én a délelőtti órákban ígérte meg, hanem megígérte néhány hónappal korábban, 2016 végén, még a román választási kampány hajrájában, Szatmár-Németiben is. És ezen kívül szintén a tanúszoda avatásakor volt még egy határozott és teljesen egyértelmű ígérete a miniszterelnök úrnak, ez pedig nem más, mint ugye a Csengeri Büntetés Végrehajtási Intézet, magyarul a csengeri börtön megépítése. Azonban itt tartok tőle, hogy még súlyosabb problémákkal szembesülünk, mint az útépítésnél, hiszen itt arról van szó, hogy legalább 80 ember a munkahelyét már ott hagyta az átképzés kötelezettség vállalása miatt, és ahelyett, hogy ütemterv szerint már most, körülbelül mostanra el kellett volna kezdeniük a munkát a Csengeri Büntetés Végrehajtási Intézetben, legfeljebb olyan ígéreteket vagy utasításokat kapnak, hogy Sopron-Kőhidára vagy az ország másik felébe mehetnének munkát vállalni, amit nyilvánvalóan nem szívesen tennének meg. És hogy az M49-es út megépítésére szükség lenne, ezt ugye korábbi Kocsordi Mátészalkai forgalomszámlálás adatok is alátámasztják, 2006-ban 10.320, 2010-ben több mint 16 ezer gépjármű haladt át Kocsord településen. Ugyanilyen szükség lenne a Csengeri Büntetés Végrehajtás Intézet megépítésére is, és nem tudjuk elfogadni, személy szerint én sem tudom elfogadni válaszként, hogy a másik 8 börtön építésének projektjét is leállították. Itt akár közbeszerzési, akár költségvetési problémák merülhetnek fel. Tehát még egyszer a leghatározottabban kérem, és most már követelem, hogy mind a kórházfejlesztéssel, úgy az ipari park fejlesztéssel ideje lenne foglalkozni, és legfőképpen ideje lenne az M49-es út építését legalább megkezdeni,
illetőleg a Csengeris térségének már nagyon sokszor megígért büntetésvégrehajtási intézetet megépíteni, hiszen ez legalább 250 környékbeli embernek adna munkát.